Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnafej televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok, fő témáink néhány mondatban. Ismét az uszodáról tárgyaltak, megosztottak az önkormányzati munkában résztvevők a szerződés felmondásával kapcsolatban. A holtágok megmentésén dolgoznak, több 10 milliárd forintos beruházás előkészítése a cél. Semmelweis napi megemlékezés, az egészségügyi dolgozók munkáját díjazta a Ferro Patent Zrt. Iskola bezárás Mözsön, nem volt elég gyerek a folytatáshoz. Zárt ajtó mögött tárgyaltak az épülő uszoda felmondásával kapcsolatos újabb döntést a szekszárdi önkormányzati képviselők kedden délelőtt. Végül úgy döntöttek, közös megegyezéssel szállnak ki a munkát eddig végző céggel kötött szerződésből. Ezzel viszont van, aki szerint több mint 130 millió forintnyi kötbérről mond le Szekszárd. Csak a rendkívüli közgyűlés kezdetén lehetett bent stábunk a teremben. Az önkormányzati képviselők az épülő uszodával kapcsolatban ugyanis zárt ülésen szavaztak. Pontosabban arról döntöttek, hogy milyen feltételekkel mondják fel a szerződést a mostani kivitelezővel. A közgyűlés ezt elfogadta, és a uszoda szerződés felbontás az a polgármester úr aláírásával meg fog történni, bízhatunk benne. Így döntött a közgyűlés. Vagyis most azt szavazták meg a jelenlevő képviselők, hogy a város és a helyi sportközpont közös megegyezéssel mondja fel a megállapodást a munkát eddig végző céggel. Ezzel viszont nem mindenki szerint jár jól Szekszárd. Ezek a felvételek néhány perccel az ülés megkezdése előtt készültek. Pósta Zoltán, a gazdasági bizottság tagja, építőmérnök szakértőként és a polgármester megbízottjaként eljárva állásfoglalást adott át minden jelenlevő képviselőnek. Szerinte ugyanis, ha a közös megegyezéssel mondják fel a szerződést, azzal Szekszárd lemond mintegy 135 millió forint kötbérről. Valamennyi képviselő számára egyértelművé és világossá tettem azt a szakmai álláspontomat, ami arról szól, hogy ezt a szerződést csak és kizárólag egyoldalú szerződésbontással célszerű felbontani. Ezt én különböző az előterjesztésben szereplő dokumentumokkal úgy gondolom, hogy megfelelően alátámasztottam. Most tehát a képviselők végül úgy döntöttek, közös megegyezéssel szállnak ki a korábbi kivitelezővel kötött szerződésből. A cél egyébként, hogy a beruházást az állam vegye át. Az orosz-ukrán háború nyomán a kormány elsődleges céljává vált a biztonság garantálása, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Matthias Corvinus kollégiumban megtartott előadásán hétfőn. Ugyan a kormány világossá tette, hogy ez nem a mi háborunk, és Magyarország nem fog idegen érdekekért vérezni, de a megtámadott állam, vagyis Ukrajna oldalán kell állnunk, közölte Szalai Bobrovnicki Kristóf. Ebben a helyzetben fel kell gyorsítani a haderőfejlesztést, ami elősegíti azt, hogy sok évszázad óta most először képes Magyarország arra, hogy szuverén nemzeti politikát folytasson, tette hozzá a politikus. Megoldódhat három Tolna megyei Duna holtág évek óta tartó problémája. Fad Domboriban, Tolnán és Bogyiszlón ugyanis régóta küzdenek vízhiánnyal, idén pedig a gond már igazán súlyossá vált. A vízügy most tervet készített a jelenség hosszú távú kezelésére, a beruházás sorozat viszont több 10 milliárd forintos tétel lenne. Ezt kéne kitalálni, jó, hogy jó működjön. Három hete nyitották meg a Tolnai Dunaholtág és a Dombori közötti zsilipet. A műveletre azért volt szükség, mert utóbbi medrében vészesen alacsony volt a vízszint. Akkor a biztonságos üzemi működéshez 32 cm-nyi többletre lett volna szükség. A szokatlan szárazság és a forró nyár miatt a helyzet azóta sem lett sokkal jobb. Most a helyiek abban bíznak, hogy Paks felől a Dunán kapnak majd vizet, valamint pénzgyűjtésbe is kezdtek, arra az esetre, ha további beavatkozásra lenne szükség. Ezt mondja Fad múlt hónapban leköszönt polgármestere. Összegyűlött közel 10 millió forint a vízutánpótlásra. Ha szükséges lesz, akkor a vízügy a folyóból be fog emelni a szükséges mennyiséget, hogy a strandszezon az zavartalanul lezáruljon. Nem csak Domboriban, hanem a Duna Tolnai és Bogyiszlói holtágában is szokatlanul alacsony a vízállás. Ez már évek óta tartó tendencia. A vízügy szakemberei ezért tanulmányt készítettek azzal kapcsolatban, hogyan lehetne tartósan orvosolni a problémát. Mind a három holtág rész külön-külön vízbetáplálást kapna, és mi folyamatosan ennek a tanulmány készítésénél
jeleztük, hogy a legbiztosabb háttér a Duna folyó lehet a vízpotlások esetére. Ehhez viszont szivattyútelepeket kell kiépíteni az élő Duna és a holtágak közé. A terv az, hogy ezek majd napelemes rendszerekkel működnek, jelentősen csökkentve az üzemeltetési költségeket. A beruházáshoz szükséges forrás több 10 milliárd forint is lehet. A vízügy és az érintett három önkormányzat munkatársai most azon dolgoznak, hogy előteremtsék az erre fordítható pénzt. Az év első felében 49 ember vesztette életét lakástűz következtében, héttel több, mint 2021 első 6 hónapjában. Leggyakrabban idős emberek válnak áldozattá, adta hírül az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A közlemény szerint az első fél évben 4136 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat, ez 321-jel haladja meg az előző év hasonló időszakában történt esetszámot. A lakástüzek során 298-an megsérültek, többségük füstmérgezést szenvedett. Az égő épületekből 210 embert mentettek ki a tűzoltók, 345 ezer négyzetméternyi terület vált a lángok martalékává, tették hozzá. Mint írták, a legtöbb lakástűz nyílt láng használata, elektromos vagy fűtési hiba, illetve főzés vagy dohányzás miatt keletkezett. Július második hetétől már csak péntekenként délután lesz oltási akciónap, olvasható a koronavírus.gov.hu oldalon. A tájékoztató portálon hozzátették, a járvány visszahúzódása és a magas átoltottság miatt a kórházi oltópontok igénybevétele az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, ami lehetővé teszi a kórházi oltópontok egynapos nyitvatartását, ezzel is csökkentve a kórházak és az oltópontokon dolgozó egészségügyi dolgozók leterheltségét, de emellett a vakcina továbbra is kérhető a házi orvostól, házi gyermekorvostól. Jelenleg az oltottak száma már 6.412.000 fő, 60%-uk már a harmadik megerősítő oltást is felvette. Rendhagyó módon köszöntötte a Szekszárdi Ferro Patent ZRT Tolna megye egészségügyi dolgozóit a Semmelweis nap alkalmából. A rendezvény célja a köszönet nyilvánításon túl az volt, hogy kifejezze a versenyszféra támogatását a nehézségekkel küzdő egészségügy számára. Kormányzat részére szeretnénk egy 500.000 forintos összegjövőt, és természet utaljuk majd abban a kérdétek is, használjátok az egészségre is, vagy az Második alkalommal lepte meg a kórházi dolgozókat a Ferro Patent ZRT. A szekszárdi cég fogadással egybekötött ünnepséggel méltatta Tolna megye egészségügyi dolgozóit. A vállalat megköszönte a Bonyhádi, Dombóvári, Paksi és Szekszárdi kórház alkalmazottjainak egész éves áldozatos munkáját. Szabó Sándor, a Ferro Patent ZRT elnök vezérigazgatója úgy nyilatkozott. A köszönetnyilvánítás a házi orvosok, mentősök, rend és katasztrófavédelmi dolgozóknak is szól. A cégvezető és felesége ezért egy díszoklevélen kívül 1 millió forintot is adományozott a Tolna megyei Balassa János kórháznak. A Paksi, Bonyhádi és Dombóvári intézmények pedig 500-500 ezer forint támogatásban részesültek. Tettek érte, hogy te jó legyél, ahhoz, hogy egészséges legyél, és akkor elhatároztam magamban, ha tehetem, akkor miért ne tennénk egy ilyen fogadást, miért ne adnánk egy ilyen délutánt, egy beszélgetéssel, egy kis elismeréssel, díjazzuk őket, mert megérdemlik. Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, a magyar egészségügyi dolgozók a koronavírus járvány ideje alatt elhivatottan végezték munkájukat, különösen igaz ez Tolna megye kórházaira. Minél többet kell az egészségügyért áldoznunk, és minél nagyobb hangsúlyra kell beszélnünk az egészségügyben dolgozókról. Köszönjük a munkájukat, és hát remélem, hogy a járványok azért elkerülnek bennünket, mert a legfontosabb a jó egészség, de viszont ha az egészségünkkel valami probléma van, akkor biztonságban lehetünk, hogy ilyen nagyszerű szakdolgozók és intézmények vannak mögöttünk. Horváth Kálmán kormány megbízott szerint egész évben értékelni és becsülni kell az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját, hiszen az ember csak tőlük várhatja a segítséget, ha kórházba kerül. Különös jelentősége van a Semmelweis napnak most, hiszen Semmelweis Ignác a 19. században egy hasonló jellegű tevékenységet hajtott végre, mint most. Ugye egy nagyon egyszerű dolgot feltalálta, a fertőtlenítéses kézmosást, és ezzel nagyon sok édesanyjának mentette meg az életét, hiszen ők gyakorlatilag egy fertőzésben haltak. Nem a szülés miatt haltak meg, hanem egy fertőzésben.
A Ferropatent ZRT vezetősége abban bízik, hogy kezdeményezésük további követőkre talál, és példaértékű lehet más cégek számára is. A tanév végével végleg bezárt a Tolnamözsi Általános Iskola. Az évek folyamán egyre csökkenő gyereklétszám miatt már nem lehetett életben tartani a városrész oktatási intézményét. A hírekkel ellentétben az épület tulajdonos önkormányzatban egyelőre nem beszéltek az épület további hasznosításáról. A Mözsi Iskola utcában nem lesz már iskola a jövőben. Az év végeztével úgy döntöttek az illetékesek, a jogszabályi előírásokat betartva végleg megszűnik az oktatás. Az elmúlt években a statisztikák azt mutatták, folyamatosan csökken a gyereklétszám, a következő tanévre már csak 7 új elsős beiratását jelezték. Jogszabályok és a szakmaiság egész egyszerűen nem indokolja azt, hogy ilyen nagyon alacsony létszámú osztályokban folyjon az oktatás a Mözsi iskolában. A magasabb osztályokban is minimálisan kötelező 14 fő alatti tanuló létszámot regisztráltak, így csak összevonásokkal lehetett volna életben tartani az iskolát. A Perszofer Ágnes azt mondta, maguk a pedagógusok is érezték a helyzet tarthatatlanságát. Annak ellenére, hogy a környező két óvodában lenne elég gyerek a működtetés fenntartásához, a szülők más iskolába iratták a gyerekeket. Az önkormányzat a tanévzárót követően már elhelyezte a még itt tanítókat és az alkalmazottakat, valamint a még idejáró gyerekeket a város más iskoláiba. Az iskola ígéretet tett arra, hogy akár pedagógiai asszisztenssel, akár délután is tanítóval a pici gyerekeket ki fogják kísérni, illetve várni fogják a busz megállóban. A település részen számtalan ötlet merült fel eddig, mire kívánja használni az épületet az önkormányzat. A Perszofer Ágnes kijelentette, a híresztelésekkel ellentétben eddig semmilyen módon nem tettek lépéseket a Mözsi épület további hasznosításának ügyében. 25 éves évfordulóját ünnepelte a Kétyi Székely Énekkar. A csoport érdekessége, hogy több település lakója is tagja az énekkarnak, akik nagyon fontosnak tartják, hogy csak az eredeti forrásból származó bukovinai dalok kerüljenek a repertoárba. Gödrei Zoltán, a település polgármestere azt mondta, civil szervezetek munkájának köszönhetően jelentős a település kapcsolatrendszere. Ami megyek világos tüskettembe, virágot szakasztok a jobb kezembe. Bár a 70-es években már működött a Kétyi Székely Kör, mégsem tudott életképes maradni. Majd a 90-es évek végén érezték a helyiek újra szükségét annak, hogy közösséget formáljanak, így jött létre a Kétyi Székely Énekkar. A mai tagok szeretettel emlékeznek azokra, akik ma ugyan már nincsenek közöttük, ám mégis ismerői voltak az autentikus bukovinai énekeknek, és szívesen adták tovább azt a mai kórust alkotóknak. Gyakorlatilag 70 óta nálunk mindig van kórus, és ma ünnepeljük a 25. évfordulónkat, és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének a tagjai vagyunk 2002-től, az meg 20 éve. Mondta az egyesület vezetője. A Kétyi csoport különlegessége, hogy 5 település lakói adják össze a létszámot. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnökének véleménye szerint nagyon fontos, hogy olyan tiszta forrásból származó értékeket mutassanak meg a különböző csoportok, melyekben az utódok is megtalálják a szépséget. Nagyon fontos az, hogy ezek akár tánc, akár énekről lévén szó, hogy mindig olyan értékeket közvetítsünk és adjunk át, ami tényleg méltó arra, hogy továbbadják a fiatalok. Gödrei Zoltán polgármester arról beszélt, a Kétyi kórus nemzetközi kapcsolatai révén számos vendéget fogadott már a település. Rengeteg olyan kultúrát, a székelységnek olyan csoportjait ismerjük meg, akik Bukovinából származnak, akikkel soha nem találkoztunk, és akiknek a kultúráját lehet, hogy még sosem hallottuk, és itt Kétyen ebbe a kis faluba ebbe elő tudják adni, és minket mindig elkápráztatnak vele. Kétyen több civil szervezet működik, akik közösen szerveznek meg minden fontosabb eseményt. Így történt ez a Székely Énekkar jubileumán is. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Nőgyógyászt játszott, ha kellett, ügyvédet, előzetesben a pécsi kuruzsló csaló. Füstölt és égett a konyha, többeket ki kellett menekíteni a bérházból.
Volt, hogy nőgyógyásznak, majd máskor ügyvédnek vagy közjegyzőnek adta ki magát egy 24 éves férfi Pécsett, akinek az előzetes letartóztatását a Baranyai ügyészség kezdeményezte. A vádlott nőket vizsgált, sőt az egyiknek még a férjét is. Orvosi diagnózist állított fel, illetve kezelést javasolt, mindezt orvosi végzettség nélkül. Mikor pedig ügyvédnek, közjegyzőnek adta ki magát, pénzt csalt ki a károsultól, több millió forintot, míg a saját halálát is előadta, hogy pénzhez jusson. Képek az egészségügyi ellátásból, amihez semmi köze nem volt annak a férfinak, aki nőgyógyásznak adta ki magát egy női ismerősének. Olyan meggyőző volt a 24 éves vádlott, hogy a nő engedett neki, és megvizsgálhatta a kuruzsló. Egyszer a sértett rosszul léte okán neki felajánlotta, hogy megvizsgálja. Több alkalommal nőgyógyászati vizsgálatot végzett a sértetten, aki, mivel nem kellett fizetni a vizsgálatokért, ismerősének is ajánlotta a gyanúsítottat. A gyanúsított a sértett ismerősén egy nőn és egy férfin is rendszeresen nőgyógyászati vizsgálatokat végzett. A nőktől különböző nőgyógyászati mintát vett a férfitől, ondó mintát kért. Majd részükre orvosi diagnózist is közölt és kezelést ajánlott, mindezt úgy, hogy nem volt orvosi végzettsége. Egy másik esetben jogásznak adta ki magát, így jutott pénzhez. Tavaly évben ismerkedett meg az interneten egy sértett férfival, akinek hol ügyvédnek, hol közjegyzőnek adta ki magát, és tőle különböző indokokra hivatkozva 6 hónapon keresztül összesen több mint 11 millió forintot csalt ki a sértettet tévedésbe ejtve. Magát ügyvédnek kiadva baráti kapcsolatot épített ki vele, a bizalmába férkőzött. Ezt követően telefonon ismét egy másik személynek kiadva magát, elhitette vele, hogy ügyvéd barátja tragikus hirtelenséggel meghalt. Ezután több különböző, nem létező személynek adta ki magát, és többek között pénzt kért a temetésre, illetve a hagyatéki eljárásra is, mivel azt is előadta, hogy az elhunyt nagy értékű vagyont hagyott a sértetre. Ezek a cselekmények kuruzslás büntettének, illetve jelentős kárt okozó csalás büntettének a megállapítására alkalmasak. A Pécsi Járási Ügyészség indítványt tett arra, hogy a Pécsi Járásbíróság a gyanúsított letartóztatását rendelje el, részben a bűnismétlés veszélye miatt, részben pedig azért, mert a gyanúsított, miután őt kihallgatták kuruzslás büntette miatt, a korábban már megkezdett csalási cselekményeket tovább folytatta. A Pécsi Járásbíróság július 1-én elrendelte a férfi előzetes letartóztatását egy hónapra. A gyanúsított büntetlen előéletű rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, ezért tartani lehet attól, hogy folytatja a csalásokat, illetve elmenekül a felelősségre vonás elől. Tűzhelyen felejtett étel és annak környezete égett Pécsett egy több emeletes társasházban. A hivatásos tűzoltókat a pécsi kertvárosba riasztották, ahol egy vízsugárral oltották el a keletkezett tüzet. A füst miatt a tűzoltók megkértek néhány lakót, hogy maradjanak otthonukban, miközben 22 másik szomszéd még a tűzoltók érkezése előtt elhagyta az épületet. Ez az a pécsi Újic Béla utcai lépcsőház, melynek harmadik emeleti lakásához riasztották ma a tűzoltókat. Egy a tűzhelyen felejtett olajos serpenyő okozta a tüzet. A környékbeli lakosoktól kapott mobiltelefonos felvételeken is jól látszik, hogy hatalmas füst gomolygott a szoba erkélyén át az utcára. A nagy hőhatás miatt megolvadt az erkélyre szerelt redőny is. A pécsi hivatásos tűzoltók átvizsgálták, valamint áramtalanították az érintett lakást, a lángokat pedig egy sugárral eloltották. A szomszédos lakásokat is átvizsgálták, erre a tűz nem terjedt át, de a szomszédokat el kellett zárkóztatni. A katasztrófavédelem szóvívője elmondta, hogy a lakók elzárkóztatására azért volt szükség, hogy a szomszéd lakásokba füst ne tudjon bejutni, valamint az esetlegesen folyosón, lépcsőházban tartózkodó lakók közül senki se sérüljön meg, és biztosan ne kapjon füstmérgezést. Horváth Nikolett hozzátette, hogy nagyon fontos a tűz észlelésekor az azonnali, de helyes oltás. Ha tűzhelyen felejtett olajég, nagyon fontos, hogy vízzel sose próbáljuk meg eloltani, mert az olaj kifröccsenhet, égési sérüléseket és tüzet is okozhat. Ha ilyen esettel találkozunk, akkor a legjobb, ha lefedjük a serpenyőt, így megszüntetjük az égést. Ha a sütőben ég valami, nagyon fontos, hogy először kapcsoljuk le a sütőt, várjuk meg, még a tűz magától elalszik, és vigyük ki az érintett edényt vagy serpenyőt a szabadba.
Az elővigyázatosság, különösen ebben a melegben, tehát még fontosabb. A mai tűzben a konyha bútorzata is megsérült, továbbá kormos lett több helyiségben a fal. A kár jelentős, a javítások és a cserék ára gyors becslés alapján is elérhetik az 1 millió forintot. Koncerttel zárták a tábort a gyermekek és a tanárok a Kaposvári Zeneiskolában. Egy héten át 20 növendék tanult és örömzenélt az intézményben. A kaposvári és a fonyódi tanszak diákjai klasszikus és populáris műveket is megszólaltattak. Örömzenélésre várták a szülőket, ismerősöket az immár 15. kaposvári ütőstábor diákjai az egyhetes program zárásakor. A balatonlellei Joel Mátyás 4 éve dobol, tanulni érkezett a táborba. Nekem ez a szamba, amit fogunk is játszani, a sok dobolás, meg hogy igazából sok program van. Nem csak zenetanulásról, hanem közös játékról is szólt a tábor. Napközben pingpongoztunk, reggel doboltunk, délután is. Noel 2 éve dobol, mint mesélte, szívesen játszik ezen a hangszeren, azonban mindez nem egyszerű. Nehéznek nem nehéz, játszani nehezebb rajta, sokkal nehezebb. A diákok a tábor ideje alatt számos ütős hangszert kipróbálhattak. Nagyon változatos szerencsére a hangszerparkunk. Dallamhangszerek közül csak párat emelnék ki, a marimba, vibrafon, metalofon, harangjáték, xilofon, és hát rengeteg ütőhangszerünk van. Itt majd megláthatjátok itt a háttérben, tehát olyan dobokat is használunk, amiket a tanév során nem tudtunk, hiszen egy bizonyos tantervhez kell ragaszkodnunk, és a tantervben nincsenek benne ezek a ritmus hangszerek, amikkel most megismerkedhetnek a gyerekek, de mindegyik akadályt nagyon szívesen és ügyesen vették. Így nem csak a saját hangszereiken játszhattak a diákok, hanem olyanokon is, amelyeket eddig nem ismertek. Én azt gondolom, hogy olyan szinten könnyű az ütős hangszer, hogy nagyon hamar színpadra lehet valamilyen attrakciót, vagy valamilyen jól működő, vagy jól szóló előadási darabot vinni. Olyan szinten viszont nehéz, hogy minden hangszernek más technikai malűrje van, amit meg kell, hogy tanuljanak a gyerekek. Úgyhogy azt hiszem, hogy így balanszban van. A fonyódi és a kaposvári ütős tanszak diákjai közül 20-an táboroztak és zenéltek Kaposváron. Végül nézzük Fők-Tolna megyei híreinket még egyszerre röviden. Ismét az uszodáról tárgyaltak, megosztottak az önkormányzati munkában résztvevők a szerződés felmondásával kapcsolatban. A holtágak megmentésén dolgoznak, több 10 milliárd forintos beruházás előkészítése a cél. Semmelweis napi megemlékezés az egészségügyi dolgozók munkáját díjazta a Ferro Patent Zrt. Iskola bezárás Mözsön, nem volt elég gyerek a folytatáshoz. Szerdán a már kelet felé elvonuló front mögötti frissebb, kellemesen meleg idő következik, meg megélénkülő északi széllel. A reggeli óráktól kezdve szikrázó napsütés, olykor gyenge felhősödés várható. Délután már a napsütés látszik jellemzőbbnek. Éjszaka eleinte országszerte csillagfényes, eseménytelen idő ígérkezik. Mérséklődik, legyengül a szél, hajnalban ismét felhősödés várható. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!